A mostani videó a szürkehályok megelőzéséről fog szólni, illetve arról, hogy idősebb korban milyen vitaminokat és ételeket célszerű pótolni azért, hogy a szemeinket jó formában tartsuk. Üdvözöllek itt Újhelyi Szabolcs Zoárt! A szürkehályok jellemzően idősebb korban jelentkező probléma, de van, hogy fiatalabb korban is kialakul, és jelenlegi orvosi kezelési módja a műtéti eltávolítás. Elhomályosodik a látás, melynek hátterében elsősorban az áll, hogy a szemben lévő fehérjékben bizonyos anyagcsere zavarok jelentkeznek, így elveszítik a rugalmasságukat. A környezetünkben is az ételeinkben lévő egyes vegyi anyagok is fokozhatják a problémát. A tápanyagszegény táplálkozás is hozzájárul a probléma kialakulásához. Elsősorban az, hogy nem fogyasztunk elegendőt a szemeink számára fontos mikrotápanyagokból. Ha már volt valakinek szürkehályokat, célszerű tenni azért, hogy ugye ne alakuljon ki újra, ha pedig még nem volt, akkor 45 éves kor felett mindenképpen érdemes megelőzésként odafigyelni arra, hogy a szemeink kapjanak elegendő táplálékot, így ne is alakuljon ki. Az első fontos táplálékcsoport a polifenolok, az antioxidánsok, melyből napi szinten célszerű bevinni. A szemeinkben rengeteg szabadjog keletkezik, például ugye a fény hatására, ugye ha kint tartózkodunk mondjuk a napon, ha számítógép előtt ülünk, és a modern ételekben lévő káros vegyületek is fokozzák a termelődésüket. Az antioxidáns vegyületek abban segítenek, hogy gyorsan csökkenjen a szabadgyökök száma a szemekben, jobb legyen a vérkeringés, és ugye ne jelentkezzen gyulladás, degeneráció és károsodás. A három legfontosabb antioxidáns vegyület a szemeink számára az asztaxantin, a rutin és az antociánok. Az asztaxantin fel tud halmozódni a szemekben, így hosszú távon tud védelmet adni a szabadgyökökkel szemben, míg a rutin és az antociánok erősítik a szemeknél lévő kapilláris ereket, ezzel pedig javítják a szemekben a vérkeringést. Ezen anyagok legjobb természetes forrásai a fekete áfonya, a fekete berkenye, a krillolaj, a mikroalgák és a nyers virágpor. A második nagyon fontos vegyület csoport a szemek számára, így a szürkehályok megelőzéséhez, az A-vitamin, melynek ugye hiánya szemszárassághoz, illetve retinakárosodáshoz vezethet. Az A-vitamin tudományosan igazoltan is az egyik legfontosabb vitamin a szürkehályok megelőző diétában, és ami még lényeges vele kapcsolatban, hogy állati forrásból célszerű pótolni, mert a növényekben lévő beta-karotint a testünk csak alacsony hatásfokkal tudja A-vitaminná átalakítani. Ezért is küzdködnek ugye a vegánok gyakran szemproblémákkal. Az öt legjobb A-vitamin forrás, melyet akár napi rendszerességgel fogyaszthatunk, a májételek, a csukamájolaj, amit kapszula formában tudsz bevinni rendszeresen, a tojássárgája, a zsírosabb halak és a zsírosabb sajtok. A karotinoidok csoportjába sorolható kettő fontos vegyület, a lutein és a zeaxantin, ugyancsak rendkívül fontosak a szemeink számára. Ez lehet a harmadik tápanyagcsoport, melynek bevitelére érdemes odafigyelni. Ez a két vegyület megtalálható a szemeinkben is, és képesek arra, hogy a káros hatású, nagy energiájú kékfényt kiszűrjék, segítsék ugye a szemeinket, illetve erős védelmet adnak a szemben lévő sejteknek. Tehát a számítógép előtt dolgozóknak kifejezetten fontos a pótlásuk. A lutein és a zeaxantin legjobb forrásai a leveleskel, a spenót, a mángold, a goji gyümölcslé és a tökfélék. A negyedik hatékony vegyület szürkehályog esetén a benfotiamin, ami egy zsírban oldódó B1 vitamin féle. Ugye a B-vitaminok vízben oldódnak, de a benfotiamin egy speciális zsírban oldódó B-vitamin. Ez a vegyület képes behatolni a szemeknél lévő sejtekbe és segíti a szemeinket abban, hogy kijavítsa a problémákat. Nagyon jó cukorbetegeknek is a neuropátia megelőzéséhez. A benfotiamint étrendkiegészítő formában tudod bevinni napi rendszerességgel. Az ötödik az omega-3, melynek legjobb forrásai a tengeri ételek, a vízi ételek, de mivel kicsi az esély arra hazánkban, hogy hetente 3 alkalommal fogyasszunk tengeri ételeket, célszerű rendszeresen pótolni étrendkiegészítőkkel, mint a krillolaj, a csukamájolaj és a tintahalolaj, azaz a kalamári olaj. A retinának a sejtmembránja magas koncentrációban tartalmaz DHA,
omega-6, a kettő omega-3 sírsav közül az egyiket. Ez azt is jelzi, hogy nagyon fontos a személyek számára az omega-3. A tintahal olajnak az a különlegessége, hogy jóval nagyobb benne a DHA aránya, mint más omega-3 tartalmú olajoknak, tehát a személyek számára kifejezetten előnyös a bevitele, illetve más olyan betegségeknél is, ahol a DHA bevitel fontosabb, mint az EPA. A krillolaj pedig azért is jobb más omega-3 készítményekhez képest, mert van benne asztaxantin is, mert az első pontban a polifenol vegyületeknél már szó volt. Tehát a krillolaj kifejezetten hatékony a szem megerősítéséhez és védelméhez. A hatodik fontos vegyület a szürkehályag kiullása ellen és általában az időskori szemproblémák megelőzéséhez, az az L-karnozin. A karnozin étrendkiegészítő és szemcsepp formában is alkalmazható, és képes a szemben lévő fehérjék normál szerkezetét megtartani, ami lényegében azt is jelenti, hogy lassítja vagy megelőzi a szürkehályog kialakulását. A hetedik a C-vitamin, melyet inkább természetes forrásból célszerű pótolni. A C-vitamin segít csökkenteni a szürkehályog kockázatát, egyfelől úgy, hogy csökkenti a szemgolyónál lévő sejtek oxidációját, másfelől pedig a C-vitamin hatására megnő a szem körüli folyadék mennyisége is, és minél több a szem körül a folyadék, annál erősebb a szemgolyónak a védelme. Fontos, hogy a C-vitamint mindig természetes formában vigyük be, mert ugye a mesterséges készítmények csak aszkorbinsavat tartalmaznak, ami a C-vitaminnak csupán a 10%-a, pontosabban a C-vitaminnak a külső rétege, ami lényegében egyben tartja az egészet. A legjobb természetes C-vitamin források a bogyós gyümölcsök, főként ugye a homoktövis, ribizli, egres, a zöld színű zöldségek, többsége a savanyú, káposzta, a csipkebogyó és a kamukamu, illetve az acerola bogyó, melyet por vagy kapszula formában tudunk itthon bevinni. A nyolcadik a cink, az alacsony cink szint romló éjszakai látáshoz vezet. A cink abban segít, hogy a májból az A-vitamin eljusson a szemekbe, tehát az A-vitamin mozgatásában vesz részt. A cinket pótolhatod étrendkiegészítővel, a legjobb cink a cink pikolinát, hát érdemes olyan készítményt keresni, amelyben a cink ilyen kötésben van, illetve a legjobb ételek a cink pótlására a tökmag, a kendermag, a bárányhús, a marhahús és a kakaó. A kilencedik és egyben utolsó lépés a szürkehályag megelőzéséhez és az időskori szem védelemhez, azaz életmód és a táplálkozásunkban eszközölendő változtatások. A magas inzulin szint, a stressz, az alkohol és a dohányzás jelentik a legnagyobb veszélyt a szemeink számára. A prediabetes állapotából még van visszaút, az alkoholt és a dohányfüstöt ki kell zárni, a stressz menedzselése pedig kulcsfontosságú minden életkorban. Hasznos lehet a nyári időszakban ugye a napszemüvegnek a viselése, főként azok, amelyek az UV-sugárzást ki tudják rendesen szűrni. A szürkehályog lelki okait is fontos feltárni és megoldani, mert a lelki okok megoldásával is sokat tudunk tenni a fizikai problémák megszüntetése érdekében. A szürkehályog azt jelzi, hogy nem tudjuk élesen látni a világot, nem akarjuk azt látni, amit nem akarunk látni, amiről ugye nem akarunk tudni, és azt érezzük, hogy bizonytalanok, homályosak a jövőbeli kilátásaink. A megoldás a belátás, be kell látni a helyzetet, saját magunkban át kell változtatni a homályos kilátásokat tiszta belátásokká. A szürkehályog nap-hold-szaturnusz probléma, így ha asztrológusra konzultálsz, erre is kérdez rá mindenképpen. Remélem érdekesnek és hasznosnak találtad ezt a videót, és tudtam neked segíteni. Ha van tapasztalatod, véleményed a témával kapcsolatban, írd meg a hozzászólásokba, személyes kérdésedet pedig küld el nekem e-mailben. Ha még nem iratkoztál fel a csatornára, ne felejts el feliratkozni, mert így kapni fogsz értesítést a következő hasonló videókról. Találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled!